Köszöntöm nézőinket! Önök Kaposmenti magazinunkat látják. A mai adásban az elmúlt esztendő néhány érdekes és fontos eseményéből készítettünk összeállítást. Új időszámítás kezdődik Dombóvár és a térség életében, hangsúlyozta Pintér Szilárd Dombóvár új polgármestere megválasztása után. A város és a térség a jövőben szoros kapcsolatot tart és közös fejlesztésekbe kezd. Hatalmas tapsolgatta Dombóvár újonnan megválasztott polgármesterét a képviselőtestület alakuló ülésén. Pintér Szilárd hangsúlyozta, a valós, megfontolt fejlesztések iránt elkötelezett, ennek megvalósulásáért fog dolgozni. Azt gondolom, hogy az elmúlt 17 évben az embereknek elegek volt ebből a háborúból, ami Dombóváron dúlt. Nyilván a változás igénye megvolt. Én az elmúlt 10 évben a járás társulásának az elnöke voltam, és ebből adódóan volt szerencsém ismerni a valós helyzetet, és egy teljesen más személyiségi jegyekkel bíró emberként ismertek meg engem Dombóváron. Ez a bizalmat azt gondolom nem most szereztem meg, hanem az elmúlt 10 évben. Nyilvánvaló, hogy nagyon sok munkát el kellett végeznünk mind a 8 körzetben, hogy az emberek elhiggyék, hogy ezt lehet másképp csinálni, és talán másképp érdemes csak csinálni, és nem szabad az energiát a háborúra fordítanunk. Tekintettel, hogy én a banki világból érkezem, és 21 éve mellette polgármester is vagyok, azt gondolom, hogy olyan fejlesztések zajlanak, amelynek a pénzügyi hátteréről és annak biztonságos kifizetéséről szeretnék én meggyőződni. Nyilván nagyon fontos, hogy megismerjük azt a műszaki tartalmat, ami a valóságban épülne, és erre most én nem szeretnék példákat felhozni, de vannak triviálisan rossz előjelek. Arról szeretnénk meggyőzni, hogy az előjelek valóban jogosak, vagy valóban jogtalanok, és nyilván azt gondolom, hogy egy 8-10 napos leállás a beruházásoknál semmiképpen nem hátráltat semmit, a kivitelezők ezzel kapcsolatosan semmiféle sérelmet nem jeleztek, hiszen őnek is azt gondolom nagyon fontos, hogy tiszta lappal induljunk, és megbízható partnerekbe leálljunk egymásban. Ez a helyzet ez nagyon faramúci, hiszen a Kaposmenti Társulásnak, aminek én voltam az elnöke, annak csak egyedül Dombóvár nem volt tagja. Hát ebből aludóan én azt gondolom, hogy az első ülésen október 31-én a testületnek meg kell hozni azt a döntést, hogy csatlakozzunk a Kaposmenti Társuláshoz, így a járás mind a 16 települése egy egységes társulást tud alkotni, és azt gondolom, hogy a jövőkép benne volt eddig is a működésünkben, de nyilván Dombóvár hiányzott. Jelzésértékű, hogy a helyi testületi alakuló ülés napján tartották Dombóváron a Tolna megyei önkormányzat közgyűlésének alakuló ülését is. A 15 főből álló testület Fehérvári Tamást választotta elnökének. Mindenek előtt szeretném megköszönni a Tolna megyei választópolgároknak elsősorban, de egész Tolna megye népességének, hogy ennyire mögénk állt, hiszen az előző választáshoz képest minimum 2 fővel növeltük a mandátumaink számát, tehát egy kényelmes többségünk van, 10 vagyunk, a nem közénk tartozók 5 vannak. Én azt gondolom, hogy ez lehetőséget biztosít számunkra, hogy folytassuk azt a munkát, amit elkezdtünk. Itt elsősorban a megye fejlesztéséről beszélek, azokról az Európai Uniós forrásokról és hazai forrásokról, amelyet annak érdekében tudunk majd felhasználni, hogy az itt élő emberek otthon érezzék magukat, tudják nevelni a gyerekeiket, a közösségeik tudjanak működni, tehát jól érezzük magunkat Tolna megyében. Egy folyamatos munkarendben dolgozunk, ami azt jelenti, hogy ezt erre rövid időszakra megszakítottuk természetesen. Most folytatni fogjuk azokat a feladatainkat, amik napi szinten szükségesek ahhoz, hogy Tolna megye fejlődni tudjon. Nyilván egyeztetni fogunk a kormányzattal, milyen lehetőséget lát a következő időszakra, annak érdekében, hogy a megye települései tovább fejlődhessenek. Hiszen ahhoz, hogy itt maradjanak Magyarországon a polgáraink, ahhoz az szükséges, hogy jól érezzék magukat a kis településeken, a közepes nagyságokon, akár a nagyvárosokban. Ezen dolgozunk mi is. A megye alapvető célkitűzése az, hogy itthon lakhassunk, élhessünk és boldogulhassunk. A helyi lakosok nagy érdeklődését emelte ki Potápi Árpád János, országgyűlési képviselő államtitkár. Látható volt az, hogy milyen sokan jöttek el, dombováriak, milyen sokan érezték a magukénak nem csak a városi testületi ülésnek a megalakulását, illetve polgármesteri esküt, hanem a megyeit szintén, és hát a elnök jelöltünk is Fehérvári Tamás, akit közgyűlés óriási többsége 13 szavazattal megválasztott, szintén dombovári lakos, úgyhogy öröm számomra az, hogy ilyen nagy figyelemmel és jókedvűen, felszabadultan
zajlott le mindkét közgyűlés, illetve az itt élő, vagy itt ülő emberek is így fogadták ezt. Dombóvár polgármesterének munkáját és céljait méltatta Süli János miniszter. Ez egy fontos győzelem, azt gondolom, mint ahogy a polgármester úr elmondta, ő nullállapotot akar fölvenni, együtt akar működni mindenkivel, aki a város érdekében hajlandó dolgozni. Ez szerintem is a legfontosabb, mi meg Paks úgy van ezekhez a választásokhoz közül, hogy mi szeretnénk régióba gondolkodni, régióba fejlesztéseket végrehajtani, nem csak Paksról gondolkodunk, hanem térségfejlesztésről is, ide települő cégeknek lehetőséget biztosítani, hogy akár a már itt vasas szakmába, építőiparra támaszkodva esetleg itt bővítsék a vállalkozásukat, ebbe tudunk közösen előre menni. A Tolna megyei önkormányzat közgyűlésének alelnökévé egy későbbi ülésen Orbán Attilát választották. A Dombóváron élő Bodó Imre neve azok számára, akik ellátogattak már a Fekete István Múzeumba, bizonyára ismert. Az egyik legnépszerűbb magyar író emlékét őrző kis gyűjtemény sok ezer ember számára okozott már kellemes, gyermekkort idéző pillanatokat. Bodó Imre munkásságát a Magyar Arany érdemkereszttel ismerték el. Ha valaki gyerekkorában olvasott Fekete István, biztosan találkozott Bogánccsal. Nos, Bogáncs a Fekete István Múzeum őrzője. Persze nem az igazi, amelyik az író kutyája volt, de a stílszerűség miatt Bodó Imre így nevezte el kedvenc ebét. Az igazi Bogáncsot elhamvasztották, és hamvait tartalmazó doboz a múzeum egyik relikviája. Bodó Imre egy faluban született Fekete Istvánnal, és innen az indítatás, hogy őrizze és gondozza az egyik legnépszerűbb magyar író emlékét. 1964-ben már tagja voltam a görlei Hunis Máté szakkörnek, és tulajdonképpen itt tudtam meg, hogy Fekete István ugye a mi falunkban született, és karácsonyra kaptam ajándékba a szüleimtől a Kopanyig a Testamentuma című könyvet, és utána megtudtam a volt gyerekkori pajtársaitól, akiket még ismerhettem, hogy a falunkban született Fekete István, és úgy elgondolkodtam, milyen szépen írta az akkori egyszerű emberek életéről, és úgy gondoltam, hogy az ő emlékét nekem kell ápolnom, és hát mikor ide kerültem Dombóvárra, ugye pár év múlva megtudtam, hogy az édesapja itt született, aki Göllében volt kátortanító, Fekete Árpád, és itt született 1863-ban, akkor elhatároztam, hogy megnyitom a Fekete István emlékszobát, eznek a kis múzeumnak az első terme volt, 1995. június 24-én nyitottuk meg, 23-án volt az író halálának 25. évforduló, a születésének a 95. évforduló, és ugyanabban az évben volt, és úgy gondoltam, hogy mint Dombóvár város első látogatható közgyűjteményét megnyitom, és hát ez hál' Istennek sikerült. A gyűjtemény az évek alatt szépen bővült. Vannak itt könyvek, kéziratok, és az író személyes tárgyai is. Ugye használati tárgyai, a pipája, itt van a cigarettatartója, a vadászigazolványa, az igazolványa, útlevele, a húnak a teljes kézirata, az Amnestia címet viseli vegyeskötet, Kópányig a testamentumnak a filmforgatókönyve, aztán rengeteg fénykép, festmény van az íróról, és én úgy igyekszem ezeket előadni, hogy a gyerekek számára is elfogadható élmény legyen, nem csak a felnőtteknek szól ez a múzeum. Nagyon sok gyermekcsoport jár ide, és én igyekszem átadni azt a tapasztalatot, tudást, amit én szereztem. Hát természetesen az író özvegye, az Edith néni, akivel 18 évig leveleztem, nagyon sok mindent adott nekem ajándékba, fényképet, dedikált könyveket, használati tárgyakat, például az utolsó tolla is nálam valamivel utoljára írt Fekete István, ceruzái, tehát én igyekszem azokat az anyagokat átadni, illetve megismertetni az ifjúságot ezzel a hatalmas anyaggal, ami itt található. Természetesen mindent nem lehet bemutatni, mert ugye a fénytől is kell védeni őket, az eredeti kéziratokat nem tudom bemutatni, de aki kíváncsi rá, ugye rengeteg szakdolgozat, diplomadolgozat is készült itt, hát természetesen nekik, akik ilyen szándékkal jönnek felsőfokú intézményben tanulóknak, megmutatok mindent.
Bodó Imre elhivatottsága olyan erős, hogy saját családi háza kertjében emeltetett szobrot Fekete Istvánnak. Tulajdonképpen az életemet jelenti, mert én rááldoztam az életemet erre, hogy a Fekete István emlékét és munkásságát ápoljam. Mint említettem, 10 éves koromban már tudtam, hogy ő kicsoda, és hol született, és engem az ragadott meg, hogy ugyan 10 éves korában elkerült Gölléből Kaposvárra, városba, de mindig szívesen járt vissza, és amikor tehette, csak a szülőfaluláról írt nagyon szép történeteket, és általában az igazságot írta meg, esetleg a szereplők nevei változtak, már nem mindenkinek emlékezett a nevére, de maga a történet mindig igazolt, és engem az ragadott meg, hogy nagyon szerette a szülőfaluját, a szülőmegyét, Somogyot, és hát az egész Magyarországot, magyarságot, és ő egy nagy magyar volt, és én az első környezet és természetvédőnek tartom, aki igazán tett is azért, hogy ez a környezetünk megóvódjék, megmaradjon. Bodó Imre nagy gyűjtő. Nem csak Fekete István relikviákat gyűjt, hanem például malomköveket vagy paraszti eszközöket is. Emellett igazi népművelő is. A kitüntetés indoklásában e munkát is elismerte a jutalmazó. Egy kis település életében az is nagy esemény, ha olyan rendezvényre kerül sor, ahol nem csak a szórakozás, hanem az egészségmegőrzés is előtérbe kerül. A Dombóvári Kórház egészségvédelmi irodájának közreműködésével tartottak egészségnapot Lápafőn. Kirtyán Károly polgármester azt mondta, sajnos az emberek keveset tesznek saját egészségük védelmében, így szükség van arra, hogy közel vigyük hozzájuk a lehetőséget, hogy többet törődjenek önmagukkal. Mi senkit sem akarunk elriasztani, csak megmutatjuk. Ilyen egy dohányos ember tüdeje. Valószínűleg a lápafőiek is elszörnyűködve látták az egészségnapra a Dombóvári Kórház egészségfejlesztési irodája által kiállított példányt. A szakemberek azt mondják, bárhol bemutatták, azt elérték, hogy a döbbenet megjelenjen a látogatók arcán. Bemutatóként elhoztuk ezt a dohányos tüdőmodellt, ami azt gondoljuk, hogy elég riasztó, hogyha valaki megnézi, hogy hogyan néz ki már a tüdeje több éves dohányzás követően. Így. Tehát levegővel felfújjuk, és lehet látni az elszíneződésén kívül azokat a lebenyeket, amelyek már nem is tudnak működni a nikotin lerakódása miatt. Ez elég hatékony szokott lenni, amikor bemutatjuk ezt a modellt. A dohányosoknál nem csak a tüdőben jelenik meg az elváltozás a nikotin lerakódás miatt, hanem a szájban is. Ez a modell többféle dolgot is illusztrál. Az egyik a fogakon megjelenő elváltozás, a másik pedig, ugye, ahol a cigaretta, illetve esetleg a szivarozóknál a szivar elhelyezkedik, bizony a daganatos megbetegedések is nagyon gyorsan mutatkoznak. Sokkal nagyobb az esély ebben ennél a káros szokásnál, és ezt szeretnénk bemutatni. És ezt a modellt a gyerekeknél is, az iskolában is mindig bemutatjuk, hogy gondoljanak arra már fiatal korban, hogy mi vár rájuk, hogyha elkezdenek dohányozni. A dohányzás mellett szó esett többek között a magas vérnyomásról, a vércukorról és a koleszterinről is. A szülések fontosságát felismerték a lápafőiek is, nem véletlenül várakoztak a pultok előtt. Arra voltam leginkább kíváncsi a vércukorról, mert ugye cukorbeteg vagyok. Igen, mert azért leginkább, mert cukorbeteg vagyok, és leginkább arra voltam kíváncsi, meg elég magas a vérnyomásom is általában, úgyhogy arra is kíváncsi voltam, csak ezért jöttem. Aki kicsit komolyan veszi, annak érdemes eljönni, amikor azért bemenni Dombóvárra. A jelen rendezvényen azért veszünk részt az egészségfejlesztési iroda munkatársaiként, hogy a falu közössége, illetve a jelenlévő érdeklődők számára bemutassuk, hogy milyen szűrési lehetőségek vannak, milyen prevenciós lehetőségekkel lehet minél korábban megelőzni azokat a betegségeket, amelyek népegészségügyi szempontból kiemelt fontosságúak. Gondolok itt a szív- és érrendszeri megbetegedésekre és a cukorbetegségekre. Itt ezzel készültünk, hogy vércukorértéket mérünk, testzsírszázalékot fogunk kiszámítani, ami főleg a rizikótényezők miatt nagyon fontos. Ezen kívül a kiadványainkkal szeretnénk népszerűsíteni a megelőzésnek a lehetőségeit. Nagyon stresszes életet élünk, erre kiválóan alkalmas a stresszoldásra, nem a jó, a negatív stresszoldásra, hogyha káros szenvedélyhez nyúlunk, illetve a betegségeknek is inkább csak a kezelésével foglalkoznak az egyének, nem pedig a prevencióval, és erre is szeretnénk felhívni a figyelmet.
Korhatár nélkül különféle mozgásformákat is kipróbálhattak az érdeklődők. Azért ehhez kellett némi rábeszélés is. Kityán Károly polgármester azt mondja, muszáj prevenciós akciókat szervezni, mert ezzel segíteni lehet a lakosság egészségének megőrzését. Itt különösebben más hasonló jellegű összejövetelekre nincsen mód, az emberek nem járnak diszkóba, nem táncolnak, nem vesznek részt különböző sportrendezvényeken. A régi, hagyományos értelemben vett falusi munkák már kiveszőbe vannak, nem mindenki foglalkozik ezekkel, tehát a mozgás kultúrájuk elég szegényes, ezért nekünk az egészség óvás szempontjából prevenciós jelleggel nekünk kell módot, lehetőséget találni arra, hogy ilyen jellegű egészségügyi foglalkozásokat és előadásokat tartsunk, melyeket természetesen összefűzünk egészségügyi mérésekkel is, ahol a lakosok tájékozódhatnak, hogy milyen egészségi állapotuk, legalábbis a magas vérnyomás, cukorbetegség és kisebb itt diagnosztizálható betegségek tekintetében. Lehet, hogy vannak közöttük olyan emberek is, akik itt fognak szembesülni azzal, hogy hát jó lenne valamit tenniük részben, hogy kezeltetni kellene magukat esetleg magas vérnyomás miatt, vagy pedig az, hogy ilyen jellegű mozgás kultúrát valamilyen módon találjanak ki saját maguk részére. A 140 lakosuk kis településünknek körülbelül olyan 40%-a per pillanat itt van. Nem csak a mozgás és a szűrés várta az érdeklődőket, a szervezők könnyen elkészíthető és egészséges ételeket is készítettek, hát ha ezzel megmozgatják a hagyományos táplálkozáshoz szokott háziasszonyok fantáziáját. Egy település megtartó erejének és identitásának megőrzéséhez hozzátartozik, hogy időről időre vendégül lássam mindazokat, akik ott születtek, de már messze élnek születésük helyétől. Ezért rendeznek minden esztendőben elszármazottak napját Döbröközön. Erre a napra mindenki hazatér szülőfalujába találkozni azokkal, akikkel együtt töltötték ifjú éveiket. Ezúttal a szervezők kiállítást is felállítottak a falu történetének képeiből. Az embert bárhova sodorhatja az élet, ha erősek és elszakíthatatlanak a gyökerei, akkor a szülőfalu hívó szavára hallgatva szívesen jön vissza, hogy együtt ünnepelhessen az itthon maradottakkal, ha csak egy pár órára is, felelevenítve a régi szép emlékeket. Közös, régóhajtott vágyunk-e rendezvény megvalósulása, mely alkalomból településünkről elszármazottak, visszalátogathatnak születésük, gyerekkoruk vagy éppen itt eltöltött felnőttkor helyszínére. Ez a nap alkalmat ad egy kicsit elszakadni a rohanó hétköznapok világától, közösen felidézni a régelmúlt időket, a gyökereket, az identitásukat őrizve, mondta Farkas Edit polgármester. Mi Döbröközön vagyunk itthon. Kisfalunk sokféle arcát őrizzük emlékeinkben. A szülőföld ideje nem múló idő. Bennünk lüktet tovább. Mindig ismerősként tekintünk a hazai tájra, ahol a gyermekkori emlékeink szétgurultak. Gyermekként, fiatal felnőttként, idős emberként más és más arcát mutatja nekünk, akkor is, ha soha nem költöztünk el, ha ma is itt éljük minden napjainkat. Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. A beszédet követően az integrált közösségi és szolgáltató tér nagy termébe invitálta a megjelent vendégeket a polgármester, ahol az Örökségül hagyom című fotókiállítás megnyitására került sor. E jeles nap előtt a település vezetése egy felhíváson is kérte a falu lakóinak segítségét a régmúlt képek összegyűjtésére. A programsorozat a Verbőci vár romjainál folytatódott, ahol ágyűrődgéssel vette kezdetét a közös ebéd. Aki kíváncsi volt, megkóstolhatta a középkori ételeket, ami nem volt más, mint egy sült ökör. A nap folyamán az ide látogatók betekintést nyerhettek a legendák és mesék földjére, ahol megismerkedhettek a középkori apró tábor életével,
beleshettek a kovács műhely mindennapjaiba, vagy akár megtanulhatták a kötélverést vagy a papírmerítést. Én itt születtem, Hajdanába, itt jártam általános iskolába, középiskolába már nem, mert ugye az itt nem volt, hanem Fehérváron, az egyetemet Budapesten végeztem, azóta ott élek, és ez egy remek rendezvény, mert majdnem minden évben megrendezik egy idő óta, és itt azért rengeteg olyan régi elszármazottal lehet találkozni, akik egyébként soha nem találkozta az ember, mert ide mindenki eljön, akit meghívnak. Nagyon szép volt a műsor, szép volt a szentmise, és nagyon készséges volt a ellátás itt, úgyhogy meg vagyok elégedve, finom voltak. Eljövök, hogyha élek, és el tudok jönni, akkor el fogok jönni máskor is. A hazalátogató vendégek arcán megfigyelhető volt a viszontlátás öröme. Az itt eltöltött évek nyomot hagytak maguk mögött, kinek így, kinek úgy, de Döbrököz mindig visszavárja egykori lakóit. Hitről, hitvallásról, imáról tartott előadás dr. Csókai András idegsebész, agykutató, Dombóváron az Apácai Szakgimnázium dísztermében mintegy 300 érdeklődőnek. Csókai András a híres idegsebész irányításában szétválasztották a fejüknél összenőtt bangladesi sziámékreket. A hosszú, 30 órás műtét alatt nem csak odafigyelésben, hanem erőnlétben is érezte az imák jótékony hatását az orvos. A 2017-ben kezdődtek el az akkor másfél éves Rabeja és Rukaja szétválasztási előkészületei. A két bangladesi kislány fejüknél nőtt össze, és az operációt a cselekvés a kiszolgáltatottakért alapítvány 35 fős orvos egészségügyi csapata vezette. A világon ugyanis csak ők vállalták a kockázatos műtétsorozatot. Az, hogy a szétválasztásuk mekkora feladat volt, jól jelzi, hogy csak az előkészülettel 55 ezer munkaóra ment el, és csak a szervezés alatt közel 10 ezer e-mailt váltottak. Idén nyáron a második jelentősebb műtét során sikeresen szétválasztották a fejüknél összenőtt bangladesi sziámikreket Csókai András a híres idegsebész irányításában. A két-három éves kislány állapota stabil, de folyamatos megfigyelés alatt vannak. A világhírű magyar orvos a sziámikrek kezelésekor napi többszöri kapcsolatban volt feleségével és családjával, akik imádkoztak érte. Ennek eredménye is lett. Csókai doktor a hosszú, 30 órás műtét alatt nem csak odafigyelésben, hanem erőnlétben is érezte az imák jótékony hatását. Az orvos azóta folyamatosan előadásokat tart arról, hogy az átélt szenvedésből teremtő energia születhet. Így volt ez Dombováron is, ahol zsúfolásig telt terembe közel 300 érdeklődő előtt beszélt a tudomány és hit kapcsolatáról. A hit vagy a egyház mondjuk, az nagyra tartja a tudományt. A tudomány, mint használati eszköz nem tartja nagyra annyira a hitet, de annak ellenére pedig vannak erről komoly cikkek, tehát ilyen prospektív randomizált vizsgálatok, hogy olyan csoportért imádkoztak, aztán ugyanúgy akikért nem imádkoztak, és jobb voltak a gyógyulási eredmények, például egy koronária őrzőbe. Ez minket azért nagyon érdekelt, legalábbis engem az utóbbi időben, mert nagyon nagy imakérés volt a sziámikrek szétválasztása kapcsán, és én éreztem a háttérimának az előrevívő erejét. Aztán például a gyerekek nagyon kritikus állapot után pont Nagy Boldogasszony napjára lettek jobban a rengeteg imádság hatására. Hát egyelőre ennyi. Minden esetre talán a életemnek egyik, vagy talán a legnagyobb főműve, hogy a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen elindítottam 11 éve Kopp Mária professzorasszony segítségével egy Istenhit és Orvostudomány című tantárgyat. És ebben sok neves előre jön, például Pécsről jön a Kellermeyer professzor úr, meg a Pap Lajos professzor úr is innen jön, és valami igen tanúságot tesznek arról, hogy a,
hogy az Isten hit, a Krisztus hit mennyire segíti az orvostudományt. Immár 5 éve Csókely András minden nap agyi és boncműtéteket végez halottakon, és legnagyobb megdöbbenésére azt tapasztalta, hogy ez a teljesen triviális dolog, hogy ne élőkön gyakoroljanak, hanem elhunytakon, mennyire nincs benne az orvosok vagy a rezidensek képzésében. Nem csak Magyarországon, de Európában sem. Nekem nagyon sokat segít, azért inkább én ezt a sebészetre redukálnám. Természetesen minden kórházban, ahol korboncolás van, oda lehívják az illető osztálybeli orvosokat. Én mondjuk konkrét itt a műtéti gyakorlatra gondoltam, különösen azokban a szakmákban, amit nem lehet asszisztensi oldalról megtanulni. Ilyen az én szakmám is, a mikrosebészet, a agyi mikrosebészet, és bizony nagyon sok keserves sikertelenségen megy át az ember addig, amíg eljut oda, hogy megfelelő gyakorlatot szerez. Ez bizony ki lehetne védeni, hogyha rávennénk akár a fiatal generációt, vagy akár a közép generációt is a rendszeres mostani gyakorlatra. De ez nagyon nehéz, ez megint a hittel van kapcsolatban, mert az ember, hogyha nem hiszi a feltámadást, Krisztus feltámadását, azért nehezen van minden nap a elhunyt testvérek testeivel, szóval nem egy olyan szívderítő dolog. Most így halottak napja után vagyunk. Azért a halottak napját sokan szomorú ünnepnek tartják. Vidám ünnep, mert arra is emlékeztek minket, hogy akkor megyünk át a örök életbe. De hát ehhez hinni kell a feltámadásba. Ez egy nagy problémája még a keresztényeknek is, hogy valóban szívükkel elhiszik-e, vagy nem. Csókely András több magyar orvos kollégájával 2002-ben létrehozott alapítványa a Kalkuttai Szent Terész szavainak szellemében végzi küldetését. Nálam a szeretet cselekvést jelent. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!